Mai vendégünk Csinátné Bakó Éva, a Györfi István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet óvoda pedagógusa, akit az Emberi Erőforrások Minisztériuma a közelmúltban pedagógus szolgálati emlékéremmel jutalmazott. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezúton is gratulálunk a díjhoz. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit, köszönöm szépen a gratulációt. Kezdjük az elején, hogyan indult a pályája, hol végezte a tanulmányait? Karcagon indult, karcagi születésű vagyok, ide jártam általános iskolába, a Györfi István általános iskolába jártam, ott elsős tanítónénim Szabó Lászlóné Magdika néni volt, és ő keltette fel az érdeklődésemet a pálya iránt, ő volt a példaképem, és én ott határoztam el, hogy tanítónéni szeretnék lenni. A későbbiekben hol folytatódott a tanulmányom? Tehát elvégeztem az általános iskolát, felső tagozaton Pánti Ildikó tanárnő volt az osztályfőnököm, ő megerősített ebben a döntésemben, utána a Karcagi Gábor Áron gimnáziumba kerültem, ott Varga Gyöngyi tanárnő volt az osztályfőnököm, magyar tanárom Cserényi Barnabásné Irinke néni, történelem tanárom pedig Rideg István tanárul, és mindannyian erősítették az én elképzelésemet, támogattak, segítettek, biztattak. A felsőfokú iskolái hogyan alakultak, hiszen ugye több iskolát végzett? Igen, az általános iskola és a gimnázium mellett zeneiskolába is jártam, Bihar István tanár úr volt a zenetanárom, 12 évig jártam zeneiskolába, és ő biztatott arra, hogy Debrecenbe menjek tanítóképzőbe, a Debreceni Tanítóképző Főiskolára. És ott választottam ének és könyvtárspec kollégiumot, úgyhogy egy kicsit a zenének is kedveztem. Utána a főiskolai tanulmányok elvégzését követően hol helyezkedett el, és milyen pályafutás jellemzi az életpályáját? A főiskola harmadik évében az összefüggő tanítási gyakorlatomat, a 4 hetet volt iskolámban, a Györfi István általános iskolában töltöttem. Itt szerettem volna elhelyezkedni, de nem volt üres álláshely, és ezért átkerültem egy pályázat útján a mai Kovács Mihály általános iskolába, akkor még Calvin út 9-es számú iskolának hívták ezt az intézményt. Ott töltöttem el 10 évet, nagyon boldog 10 évet, nagyon szuper kollégákkal, vezetőkkel, és amikor újra lett üresedés egykori iskolámba, akkor átmentem, és 25 évet töltöttem ott, és az utolsó 5 év is ugyanott történt, csak akkor már nem Györfi István általános iskola volt, hanem Györfi István katolikus általános iskola. Én azt gondolom, hogy ilyen sok évtized eltöltését követően rendkívül sok élménnyel gazdagodik egy pedagógus. Volt-e olyan kiemelkedő, amire mindig emlékezni fog? Hát egyrészt azt, hogy a tanítói pályám mellett, vagy a tanítói hivatásom mellett tanulhattam. Mindig a vezetőim mindig lehetőséget adtak arra, hogy képezzem magam. 30-50-70 órás továbbképzések mellett azért 2 szakot is elvégeztem, az egyik volt a oktatási informatikus, ez egy OK-s képzés volt, a másik pedig egy egyetemi kiegészítő Szegeden, pedagógiából és pszichológiából, és a Juhász Gyula pedagógus képzőkaron, vagy tanárképzőkaron pedig minőségfejlesztés tanár lettem. Ez volt az egyik, aminek nagyon örültem, hogy tovább léphettem, művelhettem a tudásomat, kipróbálhattam magam. A másik pedig a gyerekek adta szeretet, amire mindig visszaemlékszem, és a hátuk mögött a szülők adta szeretet is. Tehát ez, ami motivált engem mindig, nagyon szerettem mindig a gyerekeket, és hál' Istennek mindig megtaláltam a hangot a szülőkkel is, és ez volt a legszebb. És ez minden évben előjött, minden évben más közösség, minden évben más szülői közösség, de a szeretet az mindig ott volt. Olyan érdekes, mert ugye aki tanítónőként végez, az kicsit mindenhez ért, és mindenben van betekintése, illetőleg ugye ének könyvtár szakot is elvégzett, és ugye a könyvtár szak egy kicsit más azért a pedagógia összeságától. Igen, igen. Egy tanítónéninek tényleg valóban mindenhez kell értenie. Én is minden tantárgyat tanítottam a 40 év alatt.
egészen magyartól testnevelésig, mindegyikre próbáltam maximálisan felkészülni, de azért mindig legközelebb hozzám a szakom állt, az ének, mert abból voltam a legképzettebb. Hál' Istennek taníthattam is. A könyvtárhoz pedig az utolsó 5 évben tudtam kapcsolódni, mert akkor megüresedett ott egy könyvtári állás, és a kötelező órámat az igazgatónő úgy állította össze, hogy legyen benne néhány óra könyvtári foglalkozás is, amikor az iskola tanulóinak könyvtári órákat tarthattam, feleltem az állományért, kölcsönöztem, bővíthettem az állományt, selejteztem. Egy kicsit olyan irodai munka is, de az olvasottságomat mindenféleképp fejlesztette. Ahogyan az interjú elején említettem, nemrégiben egy pedagógus szolgálati emlékéremmel gazdagodott. Mit jelent a díj az ön számára, hogyan fogadta? Nagyon boldog voltam, amikor megkaptam, és ezúton is szeretném megköszönni igazgatónőmnek a felterjesztést, Kovács Miklósnénak, és hát a minisztériumnak meg, hogy megkaphattam. Nagyon örültem neki, és tulajdonképpen a 40 éves munkámnak az elismerése ez a díj. Most éred be a munkám, amit 40 évig tettem a gyerekekért, az iskolákért, vagy az iskoláért. Én így gondolom, hogy ez egy elismerése mindenféleképpen ennek a 40 évnek. Ilyenkor, amikor megkap az ember egy ilyen díjat, kicsit összegez, és ugye ez most elhangzott, hogy most érdve, szavaival élve a munkája, de ha visszatekint, akkor azon túl mit jelent, milyen, és mik a jövőbeli tervei, hiszen szerintem egy ilyen dinamikus személyiségnek mindig van. Tehát, hogy mit jelent? Nagyon örülök, és egyrészt örülök, hogy megélhettem. Tehát eljutottam ide, hogy megélhettem ezt, hogy átvehetem ezt a díjat, hogy minőség, vagy erkölcsileg is, és hát anyagilag is az embernek a munkáját elismerik. Tehát ez inkább ez a díj erkölcsi elismerés volt, de én nagyon boldog voltam, hogy megkaphattam. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, hogy itt lehettem, és hogy elmondhattam a gondolataimat, és viszontlátásra!